Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra! Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra! Nem csak a német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok énekeltek és táncoltak a szünetben a Deák Ferenc általános iskolában tartott Traktágon. A nemzetiségi viselet napját már 10 éve rendezik meg országosan és a Paksi intézményben egyaránt. A program lényege, hogy egy hétköznapi pénteket varázsolnak azáltal ünnepivé, hogy magukra öltik a németországi németek viseletét, vagy annak egy darabját. Ehhez segítséget is kap az iskola. Nagyon örülünk, hogy a német nemzetiségi önkormányzat támogatást élvezzük évről évre, így a jelenleg az első osztályosokon látható szoknya és kötény az ő jó voltukból került megvarratásra. A diákok mondókáztak is az udvaron. Lisztmájerné Bock Brigitta ezen a napon meglepetéssel szolgált a német nemzetiségi nyelvet tanuló diákoknak. Képzeljétek el, ez a válkendő az én déd nagymamámé volt. Ezt a kendő több mint 100 éves már, és először a déd nagymamámé volt, aztán a nagymamámé, aztán az anyukámnál volt, és én most megkaptam tavaly ezt az anyukámtól. Óvatosan meg szabad simítani, és látjátok, hogy most már alig-alig látszik egy-két virág rajta. Az iskolában régmúltra visszanyúló hagyománya és hosszú távú haszna van a német nemzetiségi oktatásnak. Örömmel és büszkén mondom, hogy jövőre már több mint 120 tanuló választotta a német nemzetiségi nyelvet, mint idegen nyelvet, első idegen nyelvként a tanulmányai során. Az alsó tagozatban nem áll meg a német nyelv oktatása, a felső tagozaton akár 8. osztály végére a középfokú nyelvvizsgáig is eljuthatnak tanítványaink. Ma Lili első osztályosként most először szerepelt a Traktágon. A német órákon szerzett élményeit idézte fel stábunknak. Szoktunk rajzolni a német füzetbe, amit aznap tanulunk, szoktuk őket átismételni, szoktunk színezni, táncolni, énekeket és verseket tanulni. És miért szereted a német nyelvet? Erre tudsz nekem válaszolni? Azért, mert nekem ez nagyon tetszik, és nagyon érdekes volt. Az iskola német nyelvet tanuló diákjai a május 11-i német nemzetiségi napon is megmutatják majd tudásukat a színpadon.